Az általános iskolás csapatoknak művészettörténeti tájépítészeti ismeretekre is szükségük volt az Angol Park történetét feldolgozó vetélkedőn, hiszen a zsűriben Kövesdi Mónika, művészettörténész, és Szilveszter Edina, kertészmérnök, a történelmi kertek szakértője is részt vett. A zsűri elnöke dr. Beró Henrietta, Tataváros alpolgármestere volt. Pontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ismereteit bővítsék, és tudják, amikor ide látogatnak barátaik, távolabbi rokonaik, hogy a város meg tudják mutatni, és felkészülten tudjanak róla beszélni, és ezáltal átadják azt a szeretetet, amivel a városra gondolnak, másoknak is így többen látogassák meg városunkat. Bevallom őszintén, elsődleges szempontunk az ötletesség és a felkészültség, és másodlagos szempontunk természetesen a tárgyi tudás. Meglepően felkészültek, cseles és rafinált kérdésekre is tudják a választ, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk a felkészültségükkel. A vetélkedőre több lépcsőben készültek a diákok. Részt vettek konferencián, gyűjtőmunkát végeztek, régi képeket, történeteket gyűjtöttek, valamint kisfilmet is forgattak a parkról. Nagyon sok munka van benne, hát szerintem több 10 órányi fölkészültség, nagyon sokat készülünk hétvégén is, rengeteget készültünk, szinte az egész napunkat beleáldoztuk. Az egyik csapattársa, Márendás Gergő szegény, egy egész hétvégén átcsinálta a kisfilmet, úgyhogy nagyon-nagyon elégedettek vagyunk a saját munkánkkal. Szerintem már mindegy, mi lesz az eredmény, mi büszkék vagyunk magunkra, hogy megismerhettük az angol kertet. Hát nagyon szerintem azért fontos, hogy a gyerekek megismerjék ezt a, vagyis az egész angol parkot és a történetét, és nekem nagyon tetszik. Én nem tudtam sokat, mert én 3 éve költöztünk ide Tatára, előtte nem itt laktunk, és ebben a utóbbi 3 évben valamit azért sikerült, főleg most ebben a pár hétben. Hát nekem nagyon tetszik, nagyon szép, és nagyon szeretek ott biciklizni, sétálni, mert ugye amúgy is szeretek biciklizni, és ott sokszor ki szoktam menni oda. Ez igen, teljesen más érzés, mert eddig csak azt hittem, hogy csak ott van, és akkor semmit nem tudtam róla, meg minden, és most már tudom, hogy kiépítette, meg mikor, meg is ilyenek. Rendkívül szoros küzdelemben a ma délelőtti vetélkedőn a Vaszaris és Kőkút és diákok csapata fej-fej mellett végzett, a verseny végeredménye döntetlen lett. Így a fődíjat is megosztották. Csapatonként 25 000 forintos, a horvát kertészetbe szóló utalvány beváltásával iskolájuk parkosítását segíthetik.